Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott szép napot kívánok mindenkinek! Jézus nagyon sokszor példabeszédekkel tanított bennünket, hogy a lényeget még inkább felfogjuk. Ilyen a mai, amit sokan átolvastak már, és ismerős, mégis mindig felfedezünk benne valami nagyon újat. Mielőtt elolvasnánk, kérjük a Szent Lelket, ő vezessen bennünket. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Jöjj, drága Szent Lélek, aki által íródott Isten igéje, hogy meghalljuk és megértsük, mire hív bennünket ma az Isten. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Olvasom tehát Máté evangéliuma 25. fejezet 1-től a 13-ig. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 tűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük ostoba volt, 5 pedig okos. Az ostobák ugyanis, amikor fölvették lámpásaikat, nem vettek magukhoz olajat. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mivel a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltást támadt, itt a vőlegény, gyertek ki elébe! Ekkor a szüzek mindnyájan fölkeltek és rendbe hozták lámpásaikat. Az ostobák ekkor így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásaink kialszanak. Az okosak ezt válaszolták. Nehogy ne legyen elég se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtót bezárták. Később megjött a többi szűz is. Azt mondták, Uram, Uram, nyisd ki nekünk! De ő így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Ebben a szakaszban sok mindent hallunk, de az utolsó mondat nagyon fontos. Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Vagyis készüljünk arra, hogy valamikor Jézus meghív bennünket, és nem tudjuk, hogy mikor. És az ő órájához kell igazítani a miénket, és nem neki kell igazítani a mi óránkhoz az övét. Vagyis érdekes az a rész, hogy az okosak is mertek aludni a balgákkal együtt, mert nekik készen volt a szívük, éber volt a szívük, és amikor hallották, hogy jön a vőlegény, akkor ők már csak várták a szívükben. Mások meg akkor kezdtek kapkodni. Mondhatni, az éberek, azok figyeltek az idők jeleire, a balgák pedig pánikoltak. Bevallom őszintén, vannak emberek, akiket látom, hogy pánikolnak a koronavírus hírének kapcsán. Mert bennük van, hogy mi van, hogyha megkapjuk. És ha megkapjuk, lehet, hogy kigyógyulunk, lehet, hogy meghalunk, és jobban szembesülünk a halál gondolatával. Hogyan is állunk mi keresztények ehhez? Ahogy Jézus, a menny ország az egy mennyegző. Annyira szép a magyarban. Világos, hogy a mennyekben egy mennyegzőt fogunk tartani. És amikor egy mennyasszony készül már évekkel előtte, hogy milyen lesz a frizurája, milyen lesz a ruhája, milyen lesz a sütemény, milyen lesz a bor, milyen lesz a tánc, mi lesz ott, és mi lesz a folytatás,
akkor az ő életében egy hatalmas készület történik. Ha tetszik, egy éberség, hogy milyen lesz az. És Isten erre hív bennünket, itt és most. Hogy ne a pánik legyen bennünk, hanem az örök életre való készülés. És ez nem azt jelenti, hogy hát akkor mit csinálok? Itt egész életemben készülök az örök életre. Ez így van. És nem azt jelenti, hogy várom azt, hogy mikor fogok meghalni, hanem azt a fényt, amit én már itt megkaptam a földön, azzal készülök a mennyek országára. Lehet, hogy furcsa, de mi valóban viszünk valamit a mennyek országába. Azt az olajat, ami az imádság olaja, az emberi kapcsolatok olaja, az áldozatos szolgálat és szeretet olaja, ezt mind-mind visszük magunkkal, ezzel készülünk. Jézus azt mondja nekünk a mai napon, legyetek éberek, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát. Jézus bátorít, és az igazságot mondja, nem szembesíteni akar, hanem felébreszteni. Ha-hó, ébresztő, jövök szeretettel, örömmel. A mennyek országa közeledik, készüljünk hát. Ehhez pedig kérjük a Szentlélek segítségét, aki megadja nekünk, hogy az olaj, ami egyébként az ő szimbóluma, a mi szívünkben jelen legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jöjj, Szentlélek, kérünk, segíts bennünket, hogy a hit olaja, a szeretet olaja, a készség olaja, a jóság olaja, az Isten dicsőítés olaja ott legyen a szívünkben, és egyre több legyen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!